Két tárgyalásra került sor, Nagydobronyban és Szürtében. Nagydobrony és Szürtei központú kistérség megalakításával kapcsolatosan. Mind a kettőt eredményesnek vélem. Az illetékes polgármesterek eljöttek, és letették voksukat amellett, hogy igenis a helyi lakosság támogatja a Nagydobronyi és a Szürtei központú kistérségek létrehozását. Abban is megegyeztünk, hogy ezekben a kistérségekben milyen települések egyesülnének, és hogy mi lenne az elvárás, mikor a perspektív tervet a megyei tanács vizsgálni és elfogadni fogja a megyei adminisztráció, a megyei közigazgatási hivatal illetékes bizottsága a tegnapi nap folyamán azt a tervezetet, amit az adminisztráció kidolgozott a kistérségek megalakításával kapcsolatban, beadta a megyei tanácsnak. Egy fontos módosításra még sor került, mégpedig az, hogy ebben a beadványban első részben nem volt benne a Szürtei kistérség, de sikerült elérnünk azt, hogy bekerüljön. Ez nagyon fontos volt az itteniek számára, és bízunk benne, hogy ez a beadott tervezet majd megfontolás és tárgyalás után a napirendre, amikor kerül a kérdés, a megyei tanács által is lesz fogadva. És így Kárpátalja, amelyik pillanatnyilag egyedüli megye Ukrajnában, ahol még ilyen a kistérség létrehozásával kapcsolatos perspektívter nem lett elfogadva, itt is lesz egy ilyen tervezet, amelyik azért fontos, mert abban az esetben, hogyha a decentralizációs reform folyamat felgyorsul, és ahogy Groisman miniszterelnök úr tervezte és bejelentette, hogy jövő év májusáig be is kell, hogy fejeződjék. Ukrajna területének 60%-án megtörtént, de Kárpátaljának csak még 6%, ahol már megtalálkultak a kistérségek, tehát tízszeres a lemaradás. Hogyha ez egy központi felső utasításra fog történni, akkor nem biztos, hogy mindig úgy lesz, ahogy a helyiek akarják, hanem ahogy a perspektív terv mutatja. Tehát nagyon fontos, hogy az a terv olyan legyen, amelyik megfelel az itteni közösségek számára, amelyik megfelel a kárpátai magyarság számára. Nálunk a legfontosabb elvek, hogy legyen ez úgy, ahogy a közösségek akarják, az ő akaratuk szerint, azok egyesüljenek Romádába, kistérségbe, akik ott majd együtt tudnak élni, dolgozni, és életképesek lesznek. Illetve, hogy a magyarok által többségben lakott települések olyan kistérségbe egyesüljenek, ahol megint többségben lesznek, és hogy ezek a kistérségek egyébként a tervek szerint Kárpátalján 9 olyan kistérség lenne majd, amelyikben a lakosság többsége magyar, tudjon egyesülni egy olyan járásba, amelyikben szintén többséget fognak képezni. Ugyanis a kievi tervek szerint ez nem így lenne. Tehát kievi tervek szerint Kárpátalja 13 járásából, ami most van, csak 4 maradna. Ungvár, Munkács, Huszt és Técső vagy Rahó központtal, ami azt jelenti, hogy a magyarságot 3 különböző járásba dobnák szét, ahol mindenütt kisebbségbe kerülne. A mi célunk az, hogy legyen még egy 5. járás Beregszász központtal, amelyik magába egyesíteni majd ezt a 9 kistérséget, amelyik magyar többségű, és így ez a járás is maradna magyar többségű. Tehát lenne Kárpátalján egy olyan járás Beregszász központtal, amelyik magába foglalja a kompakt módon magyarokat, a vidékeket, településeket, és amelyik magyar többségű lesz.